A főút 2. számú házra felkerült egy emléktábla, ami a régi városházára emlékeztet. Mit kell tudni erről a tábláról? 2014. augusztusában döntöttem úgy, hogy készítek egy ilyen táblát, és azóta vesződök vele, mert többféle próbálkozásom kudarcot vallott. Végül ez a fajta megoldás sikeres, aminek a lényege, hogy egy ilyen 1 cm vastag alumínium lemezre került ez a sárga rézlemez, amiből ki van vagdosva a régi városháza képe. Az ötletem úgy jött, hogy találtam az interneten egy régi képeslapot, nagyon rossz minőségben feltöltve, és amikor elkezdtem nagyítani, akkor azonnal szétesett ilyen négyzetekre, téglalapokra, hát olyanokra, mint amiket aztán kifűrészeltem ebből a lemezből, tehát az van ide átmásolva. És azért tartottam ezt fontosnak megcsinálni, mert hát a legnagyobb veszteségeink, építészeti veszteségeink egyike a régi városháza. És hát még azt illik tudni talán a dologról, hogy ez a sarok nagyon régóta, 1700-as évek közepétől a városháza helye volt. A legelsőt nem tudjuk, ami a törökök kivonulása után épült. Valahol itt lehetett, mert az egész város akkor települt ide. Aztán a második, az egy földszintes ház volt, amikor az első össze akart dőlni, de arra építettek fából egy emeletet, ami aztán 40 év múlva leégett, akkor épült ide egy egyemeletes ház, arról már lehet fényképet is találni, és 1872-ben lett az lebontva, és akkor kezdték ezt az épületet felépíteni. Ami a II. Világháború áldozata lett, a legutolsó napon, amikor jöttek keletről a szovjetek, mentek nyugatra a németek, és lövöldöztek egymásra, akkor kigyulladt itt a ház előtti benzinkút, és ez a ház, meg szemben két átellenes ház kiégett. És akkor az építési vállalkozók kedvéért lebontották mindhárom épületet gyakorlatilag, hogy legyen munkájuk. Hát munkájuk nem lett, mert a helyére az építkezés az ugye nagyon sokat csúszott, és ez az épület került ide. Egyik azon kanizsai épületeknek, amelyek nem igazán illenek a környező régi épületek közé. Mit kell tudni a régi városházáról? Hát azt talán, hogy egy darabja még megvan gyakorlatilag, ez az Ady utca 1, ami városházi bérházként épült az első egy évvel korábban, azzal a idealista elképzeléssel, hogy azokat a helyiségeket az önkormányzat kiadja, és akkor annak a bevételéből tartja fenn ezt az épületet, amelyben szintén volt néhány lakás a bevételek növelése érdekében, de ugye nem kell mondanom, csak idő kérdése volt, amikor a hivatal teljesen elfoglalta a városházát, hát az üzletek helyét persze nem a földszinten, és a szomszéd épületet is, tehát az is a városháza része volt, és gyakorlatilag a II. Világháború végéig ez a két épület látta ezt a funkciót, és itt a főúti oldalon középen két emelet magasságot kitöltve, tehát az első és második emelet szintjén volt a közgyűlési terem. Rengeteg paddal, mert a századfordulón például több mint 200 tagja volt a közgyűlésnek, és anyagi kérdésekben minősített többséggel döntöttek, tehát a polgármester akkor cselekedhetett, hogyha 100-nál többen fölálltak, igent jelezve, vagy egyetértenek az előterjesztéssel. Sok mindent lehet erről olvasgatni, érdekes történetek fűződnek hozzá. Javaslom, hogy akit érdekel, olvasgassa az ezzel kapcsolatos írásaimat a könyvtárnak a honlapján. Miért tartja fontosnak, hogy a kanizsaiak tudják, hogy itt állt a régi városháza épülete? Attól lesznek kanizsaiak szerintem igazából, hogyha az ember nem tud semmit a városáról, akkor akármilyen más városban lakhatna. Én kedvelem ezt a várost, nem azért, mert azt hiszem, hogy ez a világ csodája, hanem ide kötnek a emberi kapcsolataim, meg az épületek is, meg a város története. Aki nem tud semmit a lakhelyéről, az lakhat szerintem bárhol. Mindenféle különösebb lelki megrázkódtatás nélkül költözik ide-oda. Én nem ez a típus vagyok, remélem, hogy sokan nem ilyen típusokon.
itt szeretnék boldogulni. Az egész talán úgy kezdődött, bár voltak már előjelei korábban is, hogy ugye a néhány régi házon még megvoltak azok a emléktáblák, amiket a, nem is tudom, a Kádár rendszerben, igen, a Kádár rendszernek az elején ilyen üvegből állítottak, ami építészeti oldalról közelítette meg annak a néhány épületnek a történetét. Ezek aztán lassan tönkrementek, leszették őket, és akkor úgy döntöttem, hogy kellene ami hasonló, de nem építészeti oldalról, hanem várostörténeti oldalról. Tehát az a 120 tábla, ami kikerült kanizsai épületekre, azok inkább kis várostörténetté állnak össze, hogyha valaki mindegyiket végigolvassa, bár egy részük kín van a szőlőhegyeken. Tehát olyan épületeken is lehet táblát találni, ami építészeti szempontból talán nem izgalmas, de a várostörténeti szempontból igen.